A tervezet szerint egy 13 főből álló független szakmai testület fog dönteni a hungarikumok besorolásáról, nemzeti értékeink azonosításában és a rendszerezésében a vidékfejlesztési, a gazdaságpolitikáért és az oktatásért, valamint a kultúráért felelős miniszterek vesznek majd részt. A szakmai testület munkáját fogja segíteni a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Szabadalmi Hivatal. A hungarikumok olyan termékek vagy kulturális értékek, amelyek megjelenítik a magyarságot vagy a nemzeti jelleget, azon belül azt a térséget, ahová kötő. Így Nyíregyházához köthető, én azt gondolom, Rudi Gyula hagyatéka, Sóstó önmagába, ugye a múzeumfalutól, az erdőn át már az állatparkig, a Cantemus ének együttes, és hát azt hiszem a gasztronómiában is tudunk olyanokat mondani, amik ételekben, amik ide kötődnek hozzánk. Az elmúlt 6 év alatt a pálinka volt a legnépszerűbb a megyéből a hungarikumok táborában. Olyan színvonalú termékkel tud megjelenni a műfaj, maga az élelmiszeripon belül az italkereskedelem, és hát benne az a 3 eredetvédett pálinka, ami a mi megyénkben van, hiszen fontos tudni, hogy 8 eredetvédett pálinka van Magyarországon, ami földrajzi oltalom alatt áll, ebből 3 itt a mi megyénkben, a Szatmári Szilva, a Szabolcsi Alma és az Újfértői Fürtös megy. Ezzel együtt a Penyigei Nem Tudom Szilva is szóba került a nyíregyházi munkaértekezleten, de a Szabolcsi Jonatán Alma is említést kapott, amely bekerülhet a készülő értéktárba. Most egy közel 3 éves munka eredményeként kaphatnak ezek a termékek is védettséget. 2008 nyarán kezdődött egy olyan folyamat, amikor az országgyűlés határozatot fogadott el a hungarikumok védelméről. Ennek a határozatnak az volt a tartalma, hogy az országgyűlés azt kérte a kormányzattól, hogy mérje fel, hogy vannak-e ilyen értékek Magyarországon. Ha vannak ilyen értékek, azokat szedje egy rendszerbe, osztályozza őket, és teremtse meg a feltételeket ahhoz, hogy ezeket a későbbiek során védelemben tudjuk részesíteni. A tervezet lehetőséget ad támogatás lehívására egy úgynevezett hungarikum alapból, így a pályázók pénzbeli juttatásban is részesülhetnek annak érdekében, hogy a védendő örökséget fent tudják tartani.